Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A nyár közepén indult el a Fehérvár Média Centrum új online felülete, az fmc.hu, és ez a felület, ez az új online felület most egy vadonatúj kollégával bővül, Pápai Barna személyében, aki fotográfusként erősíti a csapatot, és akit szeretettel köszöntök itt a Fehérvár Televízió stúdiójában. Én is köszöntök mindenkit. Eléggé kalandos a te életpályád eddig, én legalábbis úgy vettem észre. Marosvásárhelyről származol, buddhista vagy, érdekel a fafaragás, ahogy említettem, a fotográfia is érdekel. A legtöbb fehérvári talán egy egykori fehérvári könyvesboltból ismerhet téged, és viccesen mondhatnám, hogy én mégsem innen ismerlek, hanem egy kocsmával, egy sörözés alkalmával ismerkedtünk meg. Viszont akkor most új kollégaként térjünk rá rögtön a lényegre, én azt gondolom, a fotózásra. Ez a szenvedély, ez hogyan került be a te életedbe, hogyan jött ez? 95-ben leérettségiztem, akkoriban még kötelező volt a sorkatonai szolgálat, és gyorsan szerettem volna valami megoldást, hogy ne kelljen elmenni. Én alapvetően egy pacifista ember vagyok. És hát hirdettek az Árpád szakképzőbe egy érettségi utáni fotós képzést. Ide jelentkeztem, és fölvettek. És ahogy általában az életemben mindennel ezzel is úgy voltam, hogy eleinte úgy nem nagyon tudtam hova tenni a dolgot, aztán elkezdtem foglalkozni vele, és megszerettem. Utána elvégeztem egy fotoriporter képzőt Budapesten, és hát 98 óta fotósként dolgozom. Úgy tudom, hogy fotósként is dolgozom. Úgy tudom, hogy nagyon sokáig laboránsként dolgoztál. Arra igen. Szeretnélek megkérni, hogy egy első körben fejtsük ki azt, hogy mindenki számára tiszta legyen, hogy mit is jelent ez pontosan. Úgy tudom kollégáktól, hogy ezt nagyon szeretted. Igen, hát ez a fotolaboránsi szakma, ez tulajdonképpen a fényképészek, tehát én még ugye a régi időben, tehát nem a digitális korszakba kezdtem a fotózást, hanem a filmes korszakba, és tulajdonképpen a filmek előhívása, illetve a papírképek kidolgozását jelenti ez a fotolaboránsi munka. Ebbe a témába, hát az oktatásom során kitanultam ezt is, és hát a gyakorlatban meg először tehát két fotolaborba is dolgoztam, és tulajdonképpen a fényképek színkeverése és a papírképek előhívása tartozik ide ehhez a témához. Említetted, hogy te még analóg géppel tanultál meg fotózni. Igen. Azért merem most ezt mondani, mert egyébként én is hasonló cipőben járok, és szintén kollégák mondták, tehát rájuk kell haragudni. Úgy tudom, hogy technikai analfabéta vagy. És viszonylag későn váltottál át a digitális fényképezésre. Milyennek az oka? Illetve hát melyik áll hozzád közelebb? Szokták ezt mondani, hogy azért az igazi analóg fényképezésnek azért még a mai napig megvan a lelke szemben, adott esetben egy digitális fényképpel? Hát itt több kérdést is kaptam. igazándiból azért nem vagyok teljesen műszaki analfabéta, de a fotózásnak igazándiból a komponálás, tehát inkább a művészi oldala az, ami engem érdekel. Tehát az, hogy mi az, ami még rákerül a képre, mi az, ami már nem, és hogyan készítsek el egy képet úgy, hogy az a másik emberre hasson, vagy ha van valami gondolatom, azt hogyan tudom képé formálni. Igazándiból a fényképezőgép az ennek az eszköze, és szerintem a fényképezés lényege maga a kép elkészítése, az, hogy analóg vagy digitális technológiával, az tulajdonképpen mindegy. Valóban már mindenkinek volt körülöttem digitális fényképezőgépe, amikor én az első digitális gépemet megvettem. És
Hát igen, egy utóbb képeztem át digitális fotósán magam, ha van ilyen, de igazándiból én továbbra is fényképész vagyok, vagy fotoriporter, és lényegében gondolkodásmódban semmi nem változott, ahogyan készítem el, abban van egy kis különbség. De lényegében az analóg, tehát az, hogy hogyan készítünk el egy képet, az lényegében nem változik. Azt hiszem, hogy megkerülhetetlenem, de némileg blőd az a kérdés, hogy mit szeretsz fotózni. Tehát ez a létező legközhelyesebb kérdés. Úgyhogy közelítsük meg ezt a dolgot úgy, hogy mitől lesz egy fénykép Pápai Barnás? Hát ezt nem tudom megmondani, hogy mitől lesz Pápai Barnás. Valószínű attól, hogy én csinálom, de nem, igazándiból nem tudom, hogy Pápai Barnás egy kép, amit én csinálok, nem hiszem, hogy... Vagy hát én nem tudom, hogy attól Pápai Barnása, hogy én csinálom. Nyilván külső szemlélő lát esetleg stílusjegyeket. Nem tudom, hogy mitől lesz Pápai Barnás. Akkor viszont válasszuk ketté ezt a dolgot. Igen? Mert hát nyilván nem az alkotó dolga megítélni a saját munkáit ilyen szinten. Mi az, amit szeretsz fotózni? Tehát akkor mégiscsak erre a kérdésre szeretnék elsősorban választ kapni. Hát igazándiból általában riporteri munkákat szoktam csinálni, tehát stúdióban annak idején kaptam valamelyes kiképzést, hogy hogyan kellene elboldogulni a stúdióvakukkal, de ez a része valahogy mindig kimaradt az életemből. Igazándiból az a fajta gondolkodásmód fejlődött ki bennem, hogyha van egy téma, kint a helyszínen fölismerni a témát, és a mások számára érdekesen közölni. Tehát ez a fajta gondolkodásmód alakult ki bennem. Az a fajta koncepció, tehát az a koncepciózus gondolkozás, hogy előre kitalálom, és az szerint komponálok meg fényeket, mindent, ez egy picit távolabb áll tőlem, tehát a stúdió fotózás az egy picit távolabb áll tőlem, inkább a riporteri munkák. Most idén, illetve tavaly is szerencsém volt, egy nagyon jó barátom, Burján Zsigmond kért meg arra, hogy az általa forgatott játékfilmnek legyek a stand fotósa, és hát ez például a fotoriporteri munkámnak azt mondanám, hogy a csúcsa, tehát én ezt nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy örömmel vállaltam el, és a visszajelzések eddig úgy azt mutatják, hogy jól csináltam. Nek az új munkának itt az fmc.hu-n milyen elvárásokkal állsz neki? Mi lesz az, amit hozzá tudsz majd tenni? Ugye nagyon fontos több helyről hallani, hogy nagyon fontos az online és az internet világában, hogy mindent a képekkel lehet tulajdonképpen rondán fogalmazva eladni. Hát igen, tehát én amire törekszem az, hogy ugye én egy vizuális szakember vagyok, és hát igyekszem a kollégáim által rám bízott témát úgy átgondolni, hogy az képi értelembe érdekes, izgalmas legyen, fölhívja a figyelmet arra a cikkre, amit illusztrálni fog, és ne váljon el a kép a tartalomtól, de látványvilágába érdekes legyen, és esetleg egy fotózáshoz annyira nem értő ember számára is ötletszerűség legyen benne, gondolat legyen benne, megmozdítson valamit a másik fejébe. Megpróbálok ennek megfelelni, ez a szándékom. Ugye a beszélgetésünk legelején mondtam, hogy sokáig egy könyvesboltban dolgoztál itt Székesfehérváron, aztán váltottál, és műtős segédként dolgozol jelenleg, és emellett fogsz majd nekünk is segíteni itt az fmc.hu-n. Hogyan lehet összehangolni ezt a két munkát?
Hát igazándiból nekem az egészségügyhöz korábban nem sok közöm volt, leszámítva egy-két balesetemet, amikor én is élveztem a központi műtő vendégszeretetét. Tavaly évben megszűnt az a könyvesbolt, ahol dolgoztam, és hát több varga betű után az az ötletem támadt, hogy hogy legalábbis ideiglenesen valami munkát el kell vállalni, hogy fönntartsam magam. Jelentkeztem a Fejér megyei Szent György kórházba beteghordóként. Ott jelezték, hogy volna egy olyan munka, ami egy picit kvalifikáltabb, mint a beteghordói. Ezzel természetesen a beteghordók munkáját nem szeretném leminősíteni. Rendkívül fontos az a munka is, amit ők végeznek. És megkaptam ezt a lehetőséget, hogy műtősegédként dolgozhatok, és hát ebbe a témába én megszerettem, és egy érdekes új világba csöppentem, és igyekszem ott is megfelelni az elvárásoknak. Én úgy gondolom, hogy a kollégáim elfogadtak, én is megszerettem őket, és egy nagyon érdekes, változatos munkával találkoztam. Szeretettel végzem azt a munkámat is. Aki ismer téged, az tudja, hogy nagy kutyás vagy. Ismertem az előző kutyádat is, aki egy gyönyörű szép Basset Hound volt, és a mostani kutyádat is, Bélát is ismerem. Kocsis Balázs szobrászművész mondta egyszer azt, hogy kutya nélkül lehet élni, de minek? Ezt a gondolatot, ezt mennyire érzed sajátodnak, mennyire tudsz ezzel azonosulni? Hát teljes mértékig tudok azonosulni vele, én is ugyanígy gondolkodom, ahogy Balázs. Mindig is jó, nekem még nem volt meg az előző kutyám Wilson, amikor már Balázzsal jó barátságot ápoltam, ismertük egymást, szerettük egymást, és mindig szeretettel néztem őket, ahogy korábbi kutyájával rótták a várost. És hát nálunk a családban is mindig volt, bátyáméknak is volt kutyájuk, meg fiatalabb koromban a szüleimnek is volt kutyája. Igazándiból ez a kutyás dolog, tulajdonképpen kutyás családba születtem, azt lehet mondani, meg a környezetemben sok embernek volt kutyája, és amikor úgy alakult az életem, hogy függetlenedtem, akkor hát megadatott a lehetőség, hogy dönthettem az életbe, hogy kutya témába, és úgy gondoltam, hogy szeretnék egy négylábú társat magam mellé. Az első kutyámat is, meg a második kutyámat is a Heros kutyamenhelyről hoztam ki, és ugyan nem gondolnám, hogy ennek különösebb jelentősége van, hogy menhely a kutyám, vagy nem menhely a kutyám, teljesen mindegy, a kutya mint társ a lényeg ebbe a témába, és állandó feladattal is ellát, meg hát rendkívül sok örömöt is okoz, meg közös programjaink vannak, úgyhogy igazániból a kutya így van, ahogy visszakanyarodva a gondolat elejéhez, ahogy Balázs is mondja, lehet kutya nélkül élni, de minek? Kutyás lettem. Amikor egyeztettük ezt a mai beszélgetést, akkor megkértelek téged arra, hogy hozzál valamit, ami nagyon közel áll a szívedhez, vagy szívesen megmutatnád a tévénézőknek. És első körben úgy volt, hogy Béla kutyát fogjuk megmutatni a tévénézőknek. Ehhez képest megleptél engem, ugyanis különféle fafaragványokat, faszobrokat láthatunk itt az asztalon, amiket te készítettél. Ennek úgy tudom, hogy családi gyökerei vannak a te családodban. Így igaz. Hát édesanyám, édesapja, aki egy színész ember volt, ő élete vége fele, amikor már nagy beteg volt, nem nagyon tudott színpadra állni, és mint művész ember ő is kereste azt, hogy hogyan tudja a szabad idejét eltölteni, és egy jó barátja tanácsára vésőt ragadott, és elkezdett
fafaragással foglalkozni. Tőle édesapám tanulta el a faszobrászkodást, vagy hát ő inspirálta édesapámat fafaragásra, édesapám meg engem. Ebbe a témába is egy picit ugyanúgy vagyok, mint a kutya dologgal, hogy tulajdonképpen a szüleimtől, nagyszüleimtől örököltem ezt a fajta gondolatot, vagy ezt a fajta elfoglaltságot, és szabadidőmbe szívesen nyúlok a fához, és amit belelátok, nem tanultam a fafaragást, ez úgy belőlem van, és az előttem levő fadarabot formálom olyanná, amilyennek. Jellemzően gondolom. Ez az alkotás, ez hogyan zajlik? Tehát mondjuk sétálsz az utcán, találsz egy vonzó fadarabot, és akkor abba már te belelátsz valamit, hogy mit lehet belőle kihozni, vagy a kezed alatt egy ígéretes fadarab az egyszer csak elnyeri azt az alakot, amit mondjuk itt láthatunk az asztalon. Hát is. Tehát azért, hogy mondjam, a fának nyilván az szerint választom ki a fadarabot, akár erdőbe itt-ott, vagy baráti körömbe, hogyha egy elszáradt gyümölcsfát kidöntenek, akkor megnézem a faanyagot, és ha látok benne valamiféle lehetőséget, akkor elteszem talomba, megvárom, hogy jól kiszáradjon, és hát az anyag maga is alakul. Tehát van egy elképzelés, hogy körülbelül mi lesz belőle, de menet közben azért általában ez megváltozik, és valami picit más lesz belőle. Nagyjából az, de azért egy picit mindig más. Menet közben alakul. Miket szeres csinálni? Nekem szemet szúrt az, hogy itt az asztalon dominálnak az arcok, a különféle arcok. Ha jól látom, kettő egérformát is láthatunk, és egy érdekes képet, ami valami kötelekből készült. Uh-huh. És pontosítsál, kérlek, mert teljesen laikus vagyok a dologban. Hát itt most figurális dolgokat hoztam. Az igazság az, hogyha valamivel elkészülök, akkor az baráti társaságba el szoktam ajándékozni. Most itt igazándiból figurális dolgok vannak. Csináltam már non-figuratív, elvontabb formákat is. Ezekből most nem tudok bemutatni, mert mint mondottam, elajándékoztam barátaimnak. Mind a két dolog közel áll hozzám, tehát akár a figurális alkotás, akár az elvont dolog. Az a kötelekből készített kép. Ez kicsit kilóg itt a sorból. Kilóg a sorból, igen, azt nem faragtam, ezt bátyáméknál, amikor megszületett a második gyerek, akkor nekik szántam, még picurka volt, és ha jól emlékszem, karácsonyra készítettem nekik. És hát ez az ő családjukat ábrázolja. Akkor még a Dezső nevű Bassett hundjuk volt, és az akkori állapotokat tükrözi ez a valami. Fogtam egy, hát kitaláltam, hogy legyen rajta a négy személy, illetve hát az öt személy a kutyát is beleértve, és madzagokat addig tekergettem, amíg úgy ítéltem meg, hogy ez már jó lesz nekik. Szintén a beszélgetésünk elején mondtam, hogy buddhista vagy. Ezt én úgy tapasztalom, hogy a legtöbb ember szokta keverni, tehát hogy ez nem vallás, ez sokkal inkább egy filozófia, ami mentén az ember él. Persze itt is megkérnélek, hogy javíts ki, hogyha tévednék ebbe a dologba. Minden esetre a kérdésem az arra vonatkozna, hogy az alkotásaidban legyen szó fáról vagy fényképről, mennyire tud megjelenni ez a fajta filozófiai látásmód? Törekszel-e erre egyáltalán? Az alkotásban nem. Ez a buddhizmus egyébként, én, hogy mondjam, nekem a buddhizmus az a humánumról szól inkább, tehát ezt igyekszem az életembe. Tehát a buddhizmus az egy 2500 éves lényegében vallás, de én inkább a hogyan éljem úgy az életemet, hogy magam és mások javára legyek. Én ezt a gondolatkört ragadtam ki belőle,
Ennél lényegesen szerteágazóbb nem is mennék ebbe bele. Nálam sokkal-sokkal elhivatottabb emberek vannak ebbe a témába. Én igyekszem az általam helyesnek vélt úton járni, körülbelül amit én magamba úgy foglalok össze, hogy magam javára úgy, hogy másokon nem átgázolva, vagy másokat bevonva egy-egy közös projektünkbe, vagy hogyha valakinek van a közelembe egy megoldandó feladata, és ha be tudok ebbe lépni, akkor szívesen megteszem, segítve az ő útját, vagy gondolatát, tehát körülbelül ennyit tudok ebbe a témába elmondani. Ez egyébként a fa munkáimba, vagy a fényképezésbe nem nagyon jelenik meg szerintem. A buddhizmusnak van egy nagyon konkrét művészeti, több száz évre visszamenő művészeti gyakorlata, ez a mindenki látott talán, vagy sokan láttak ilyen meditációs zászlókat, ahol különböző buddha formákat ábrázolnak, vagy mindenki látott szép rész buddha szobrokat. Ennek nagyon konkrét hagyománya van Nepálban, Tibetben, hogy hogyan készülnek ezek a szobrok, meghatározott pontos arányok szerint. Én ilyen precíz arányérzékkel nem rendelkezem, meg szeretem is az életbe az esetlegességet, úgyhogy én nem is próbálkoztam azzal, hogy egy ilyen nagyon szigorú arányrendszernek megfelelő alkotást hozzak létre. Ez egy picit távol áll tőlem. Én inkább a kelekótyább, szabadabb dolgokat szeretem a fával. Barna, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát akkor szeretettel köszöntelek a Fehérvár Média Centrumban kollégaként, és örülök, hogy fényképeiddel gazdagítod a Média Centrum szellemi termékét. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget a Média Centrumnak, hogy itt lehetek. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!